Két hatalmas tábla hirdeti, hogy ezen a most még gazos területen építik meg a szexuális tudásközpontot. A tudásközpont megépítésére a modern városprogram keretében kaptuk lehetőséget Magyarország kormányától még 2016-ban. Ez tulajdonképpen nem jelent mást, mint a könyvtár jelenleg 4 épületében működő funkcióinak az egy helyszínre töltő összeköltöztetése, illetve hasonlóan a könyvtárhoz a levéltár is 4 helyszínen dolgozik jelenleg, azt is szeretnénk egy épületbe költöztetni, és olyan épületet megépíteni itt a tudásközpont címszó alatt, amely legalább 15-20 évre előre kiszolgálja majd a könyvtári igényeket, illetve a levéltári igényeket is. A Modern Városok Program 4,1 milliárd forintos támogatásának köszönhetően az 5700 négyzetméter alapterületű épületegyüttesben kap helyet a most még 4-4 épületben működő megyei könyvtár és a levéltár, de előadó, oktató, kiállító termeket és relaxációs szobát is építenek. Ezen kívül 62 parkolóhelyet alakítanak ki az épületegyüttes körül. Ebből 2400 négyzetméter lesz a könyvtár, 1500 négyzetméter lesz a közösségi tér, és 1700 négyzetméter lesz tulajdonképpen a levéltári épület. Csak érdekességét hadd mondjam el, összesen a 4 épületében a könyvtárnak 364 ezer kötet van, ez kerül most ide egy helyszínre összevonásra, illetve a levéltárnak kb. 13 ezer folyométer iratanyaga van, amely kutatható. Én azt gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel egyrészt városképi szempontból is egy lényegeset lépünk előre, hiszen a mögöttem jelenleg található gazos terület helyén fog megépülni az ingatlan, és egy új városképet hoz majd ide a vasúti átkelővel szemben. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy új közösségi telek jönnek létre itt a fiatalok számára, az ő igényeiknek is szeretnénk megfelelni azzal, hogy itt lesz lehetőség beszélgetni, akár nem is kell fogyasztani, csak egyszer jól érzik magukat, és újabb kiállított tereket, újabb programoknak alkalmas tereket tudunk itt majd megvalósítani, és bízom benne, hogy ez újra vonzóvá teszi a könyvtárat, esetleg a fiatalok számára a levéltári kutatást is vonzóvá tudja tenni, és sokan fognak ellátogatni ide, és újra visszakerül a könyvtár oda, ahol volt néhány évtizeddel ezelőtt. Tehát a tervek tavaly elkészültek gyakorlatilag, az ősz elejére, azóta folyamatos egyeztetés zajlott az intézmények, intézetek vezetőivel, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az összes igényüknek meg tudtunk felelni, lezárult a tervezés, megvan az építési engedélyünk, tehát tulajdonképpen maga a közbeszerzési eljárás elindítható. A kétszintes pincével is rendelkező tudásközpontot úgy tervezték meg, hogy azt akár évtizedek múlva is úgy lehessen átalakítani, hogy hatékonyan szolgálja ki az akkori kor igényeit. Vannak előrejelzések, meg gondolhatunk trendekre, de biztosan senki nem tudja. Egyet tudunk biztosan, hogyha olyan épületet terveztünk, olyan épület készül ide könyvtárként, ahol a jövő rugalmas kiszolgálásának a lehetősége megvan, akkor ez ilyen. Ez az épület úgy készül el, hogy a könyvtári terekben nincsenek falak, hanem bútorzat, a berendezés tagolja a területet. Tehát, hogyha a jövőben az a fajta elképzelés alakul ki, hogy nem így és nem ilyen módon van szükség a könyvtári terek használatára, akkor alkalmasak legyünk arra, hogy viszonylag könnyen építészeti beavatkozás nélkül újra tervezhető legyen. A szexádi tudásközpont építése a tervek szerint ősszel kezdődhet el, az épület átadását pedig 2021-re tervezik. A munkálatok addig végig online nyomon követhetőek a www.tudásközpontszexad.hu internetes címen.